hatájában fenntartja a Székely Sándor képviselő esetékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/per 5029-es számú határozatjavaslatban foglaltak szerint. Kérem, most szavazzanak! Az országgyűlés a házelnöki döntést 123 igen, 53 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett hatályában fenntartotta. 2019-ben így veszik el a fideszes képviselők azon képviselőknek a tiszteletdíját, akik az ő állításuk szerint törvénytelenséget követtek el, a mi álláspontunk szerint pedig csak azt tettük, amit tennünk kellett. Székely Sándor országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről hozott OE/41/183/1/2019 számon iktatott döntését hatályában fenntartja, és ezzel Székely Sándor képviselő esedékes tiszteletdíja 891 000 forinttal csökken.